akár személyközpontú iskola, egy alternatív magániskola. Az ide érkező szülők gyakran kérdezik tőlünk, hogy miben áll ez az alternativitás, mennyiben különbözünk más iskolától. Elmondhatjuk a tapasztalatok alapján, hogy az alternatív iskolák legalább annyira különböznek egymástól, mint a hagyományos általános iskoláktól. Iskolánk névadója Carl Rogers, amerikai humanisztikus pszichológus, ő a személyközpontú szemlélet kidolgozója. Iskolánk alapítója Dr. Gádor Anna tőle tanult, nála tanulta meg, mi az a személyközpontú szemlélet. Erre a szemléletre jellemző az elfogadás, az egymás felé való odafordulás, a nyitottság. Célunk, hogy biztonságos érzelmi környezetet teremtsünk meg. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ennek a folyamatnak nagyon fontos szereplője a gyerek, a szülő és a pedagógus egyaránt. Iskolákban tulajdonképpen ugyanazt a tananyagot tanítjuk, mint bármelyik más iskolában, csak nagyon más szemléletben. Ez a biztonságos szemlélet egy alapvetően másik tanulási légkört hoz létre. Ez a légkör azért fontos számunkra, mert ebben a gyerekek nyitottá válnak a tanulásra, a tanulás elmélyül, sokkal hamarabb tudják a tudásukat eszközként használni. Intézményünkben olyan családokat várunk, akik hasonló szemléletben, hasonló értékrendet képviselve nevelik a gyermeküket. Iskolánkban azok a gyerekek tudnak legjobban fejlődni, akik az általunk biztosított tág keretek között is biztonságban érzik magukat, tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel, amikkel itt találkoznak. Fontos, hogy a gyerekek iskolai életen kerüljenek iskolába, hogy önmagukat jól képviselve egymásra is tekintettel tudjanak lenni, így tudjuk megtanítani őket az együttműködő és egymás támogatása.